Ma délelőtt is dolgoztak a gépek a Bercsényi utcában, most végezték a járdafelújítás utolsó munkafázisait a szakemberek. Egyelőre az Alszegi út sarkánál lévő italkereskedéstől a Sajtó utcáig tartó 200 méteres szakasz kapott teljesen új burkolatot. Nagyon rossz állapotban volt már itt a járda, sem gyalog, sem babakocsival nem lehetett közlekedni rajta. Nagyon sokat dolgoztam azon, hogy ez a járda teljes hosszába megújuljon és közlekedhető legyen, már azért is egy picit kivételezetten, mert azért ez a főterünkre vezető járda. Azért úgy gondolom, hogy ezeknek azért egy picit másképp kell kinéznie, vagy legalább több gondot kell ráfordítanunk, úgyhogy örülök neki, hogy most az első szakasz elkészült. A körzet önkormányzati képviselője hozzátette, hamarosan folytatódik a járda felújítás a Bercsényi utcában a belváros irányába. Imregi Tibor beszélt arról is, a körzet több részén is szükség van a járda felújítására, például a Molnár utcában és az Alkotmány utcában, és természetesen itt a Bercsényi utca páratlan oldalában is rendbe kell tenni a járdát. Reményeim között jövő évben a túloldali járda is, ahol állunk, ez nincs olyan rossz állapotban, de ha ez már kész van, akkor egy felújítás erre is ráfér, és majd egy nagy falat itt a közelben a Kazinci utca, ami szintén aszfaltozás, vízelvezetés. Persze azért egy picit a város, a körzet széle felé is megyünk, mert az akasztó szélen is van, mit csinálnunk bőségesen, és ugye majd októberben egy 5 éves ciklust kezdünk. Én remélem, hogy ebbe az 5 évben még nagyon sok minden bele fog férni. A mai tikkasztó hőségben a képviselő hűsítő itallal kedveskedett a felújítást végzőknek. Köszönöm szépen. És az utcalakói is gondoltak a nagy melegben dolgozókra. A munkásoknak kávét főztek nekik, hűtötték a szódájukat, valaki egy kis ropival kedveskedett nekik apró süteménye, úgyhogy nagyon köszönöm tehát az itt lakóknak is azt, hogy szurkoltak itt a szurkoló embereknek. A Sajtó utcáig tehát most már teljesen megújult a járda. A régi aszfaltot feltörték, elbontották az alapot, kiszedték a tükröt, majd kiegyenlítő betonréteget kapott a szakasz, amit végül öntött aszfalttal zártak.